Két év ezelőtt lettem a Miskolci Egyetem rektora, és sok egyéb mellett azt tűztem ki célul, hogy az iparvállalatokon túlmenően a magyar társadalom, a magyar gazdaság egyéb szereplőivel is lépésről lépésre kössünk együttműködési megállapodásokat, vagyis, ha úgy tetszik, pányvázzuk ki a Miskolci Egyetemet a társadalom különböző szervezeteihez. Ennek jegyében például együttműködési megállapodást kötöttünk az Igazságügyminisztériummal, a Földművelésügyi Minisztériummal, különböző megyei önkormányzatokkal, városi önkormányzatokkal, és íme itt vagyunk most, amikor MÁD önkormányzatával fogunk együttműködési megállapodást kötni. A megállapodásnak a jelentőségét jó magam abban látom, hogy a közös érdekek találkozása eredményeként kerül sor ennek a dokumentumnak az aláírására. Vagyis MÁD önkormányzata érdekelt abban, hogy a ott folyó borászati, szőlészeti tevékenység tudományos alapokra helyeződjön, a Miskolci Egyetem viszont gyakorló terepet kap, mégpedig a Miskolci Egyetemnek a földtudományi kara, gyakorló terepet kap az ott folyó borászati képzések, borászati tevékenységekhez. Különös aktualitást biztosít az a tény, hogy éppen nemrégen fejeződött be a Kútfő projekt, a Műszaki Földtudományi Kar fennállásának egyik legnagyobb projektje, és ez lehetővé teszi a Miskolci Egyetem számára azt, hogy a hallgatóink a gyakorlati terepen is ismerkedjenek meg, illetve végezzenek munkát a Tokaji Borvidék geológiai vízföldtani és geotermikus adottságainak kutatása és adott esetben feltérképezése, illetve az ott folyó szőrészeti borászati tevékenység tudományos megalapozása érdekében. Mondanom sem kell, hogy a Tokaji Borvidékről van szó. A Tokaji Borvidék világviszonylatban is ugye rendkívül jelentős. Lehet mondani, hogy világhírű a Tokaji bor. Na hát ennek a világhírű, egyébként is világhírű terméknek a tudományos megalapozása a együttműködési megállapodásnak a feladata. Mi a Műszaki Földtudományi Karon a természeti erőforrások feltárása, kutatása, hasznosítása területén végzünk nagyon széleskörű, nemzetközileg is elismert kutatási, oktatási tevékenységet. A pályázati tevékenységeinkben azonban az utóbbi időben kifejezetten fókuszálunk arra, hogy olyan jellegű kutatásokat folytassunk, amely az észak-magyarországi régió szűkebb, tágabb környezetünkben munkahelyteremtési lehetőségeket hozzanak létre, vagy olyan jellegű kutatási eredmények szülessenek, amelyek fejlődési pályára állíthatnak különböző településeket. Ilyen volt a rektor úr által említett Kútfő pályázat is, amely kifejezetten a Zemplén és a Tokaji hegység hidrogeológiai viszonyainak a feltárását tűzte ki maga elé, hiszen ebben a régióban nagyon erős igény mutatkozik a turisztikai fejlesztések iránt, és a kutatásunk egyik legfontosabb célja az volt, hogy megmutassuk azt, hogy vajon hívíz hol és milyen mennyiségben található az Zemplén és a Tokaji régióban. A kutatás során természetszerűleg a földtani geológiai dolgokat is regionális szinten nagy léptékben pontosítottuk, és ez a konkrét megkeresés abban segíthet, hogy a MÁD környéki szőlőterület borvidéken a különböző dűlők geológiai, földtani, ásványtani viszonyait, hidrogeológiai viszonyait tisztázhassuk, hiszen ezen a területen mindenféleképpen ugye a minőségi bortermelés irányában nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, és hát a szőlő az egy olyan speciális növény, amely hegyvidéki területeken több méterre, több tíz méterre is leengedi a gyökerét, tehát egy nagyon vastag kőzetoszloppal van kapcsolatban a növény, és ebből a kőzetből szedi fel azokat a különböző ásványi anyagokat, nyomelemtartalmakat, amely miatt a mádi bor méltán világhírű. Mi abban reménykedünk, hogy a mi hallgatóink segítségével, kutatóink segítségével a helyszínen, abban az oktatási központban, amelyet MÁD-on tudnak létrehozni, ezeket a célokat kutatási és oktatási munkával segíteni tudjuk, és bízunk abban, hogy amellett, hogy a MÁD településnek, illetve a környék
borászatának segíteni tudunk, ezekből akár nemzetközi szintű tudományos publikációs eredmények is születhetnek. Nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy egy ilyen nagymúltú egyetemmel szerződést köthetünk. Mi azt a fajta helyszínt biztosítjuk a kutatási helyszínéül, a kutatás helyszínéül, ami szerintem a világon egyedülálló, és pont ezért ezek a termékek, amiket ott állítunk, a világ legjobb borai közé számítanak. Most már immár második olyan egyetemmel kötünk szerződést a Debrecen Egyetem után, ami számunkra nagyon-nagyon fontos, hiszen túl azon, hogy a kutatási eredményeket mindenféleképpen és mindenhol meg kell védeni majd, hiszen ezt sokan sokszor át fogják mérni ezeket az eredményeket. Vizsgálni fogják a szőlőket, vizsgálni fogják a borokat, vizsgálni fogják a talajt, de talán a legfontosabb az, amit rektor úr is említett, hogy ez a stratégiai szerződés az emberek érdekében szól, az ott élő emberek érdekében szól, hiszen ha ezt be tudjuk bizonyítani, amit mi már sejtünk, mert mi tudunk, hogy a világ legjobb bortermő vidékén élünk, akkor az ottani emberek számára is az élet az biztosított. Biztosított a munkahely, és biztosított a fejlődés a borászatok számára is. Azt gondolom, az elmúlt időszakban számos olyan eredményt értünk el, úgy gondolom világra szóló eredményeket is, mint Szepsi István, aki megkapta a Bor Urai díjat másodikként a világon. Ezek számunkra olyan előremutató jelek, amik mellé nekünk, mint önkormányzatok mindenféleképpen mellé kell, hogy álljunk. Hiszen ez a legfontosabb húzóágazat a környékünkön. Még egyszer megköszönöm a rektor úrnak, dékán úrnak a hozzánk való figyelmességét, és azt gondolom, hogy mi meg fogjuk hálálni ezt, és leginkább az, hogy a diákok, akik oda jönnek majd tanulni, oda jönnek vizsgálódni, majd évek múltán, amikor visszatérnek kutatásaik helyszínére, büszkén mutathassák ők is a gyerekeiknek, hogy hol jártak. És végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni dr. Farkas Géza barátunknak, aki itt tanít az egyetemen szintén a közbenjárását, dékán úr és rektor úr felé, hiszen ő is máldi kötődésű, máldi lakos. Mi mindnyájan büszkék vagyunk arra, hogy ilyen nagy tudású emberek vesznek minket körül, és hozzák a tudást, és fejlesztik a tudást nálunk. Miért olyan érdekes ez a geológia? Miért települt ide az országos ásványbányászat? Miért lett a központ MÁD? Hát azért, mert az ásványok miatt lett az, semmi más miatt, mert vannak bányászható mennyiségű ásványok, de nekünk a fontosabb nem csak a bányászható mennyiség, hanem a kevert anyag, ami keveri az agyagásványokat, a zeolitokat, a kvarcot, hát egyes helyeken hát perlitet és más, attól függ, hogy hol mi az adottság, és a különböző kőzettörmelékeket, aminek önálló neve is van, úgy hívják, hogy nyiroktalaj. Most ebben nem megyek bele, ezek részletek, de ilyen gyakorlatilag a világon nincs. Hát ha ez a legfőbb adottságunk, akkor ezt kell kihasználni. De hogy? Az nem elég, hogy elkezdtem tanulni 18 éve geológiát, meg sok minden más, hogy értsem meg egyáltalán, hogy az egyes dűlőkben mi történik, mennyiben más az egyikhez és a másikhoz, mert a 418 dűlőjében a borvidéknek, ezen belül Mádnak a 42 dűlőjében nincs két egyforma talajadottság. Ennek megfelelően nagyon korán hogy kialakult azoknak a dűlőknek a köre, 52, ezelőtt már 400 évtől, amelyekben kiemelt, a többiekhez képest is kiemelt minőséget lehetett ugye előállítani és azt értékesíteni. Ezt tudták, és ez a rendszerváltásra, de még utána is, még 10 évvel gyakorlatilag nem tudott volt, nem kerültek elő a régi adatok, feljegyzések és mások, és az emberek és a termelők negligálták teljes mértékben még az első osztályú dűlőket is. Na most elindult egy folyamat, amit, hogy ezt leporoljuk, igen ám, csak hogy a
a bekerülési költségek óriásiak, ahol, amit az egyes területeken be kell fektetni ahhoz, hogy ott megint szőlő legyen, megint úgy termeljenek, legyen legalább 30 éves a szőlő, olyan fajtát ültessenek, legyenek olyan emberek, olyan cégek, akik megalapozottan tudják közvetíteni azt az adottságot és előállítani azt a minőséget, és gyakorlatilag, hogy ne legyen, és őket használjuk fel, ugye húzóul, abszolút marketing erőként arra, hogy az egész borvidéket felhozzuk és felhúzzuk. Tisztelt polgármester úr, szeretettel gratulálok, és a közös munkákhoz sok sikert, és mindenkit jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen. Köszönjük a lehetőséget, és további jó együttműködést kívánok. Köszönöm szépen. Köszönöm, hölgyek. Üröden poharam Mád és a Miskolc Egyetem között együttműködés sikerére. Köszönöm szépen. Egészségünkre. Mádi bor jobb. Nem.